szoktam el... Sziasztok, Matilda vagyok, és ma az olvasási szokások buktagát fogom megcsinálni. Az első kérdés, van-e külön olvasókuckóm? Igazából külön olvasókuckóm nincsen, hanem így bárhova oda telepedek, mikor olvasok, bár leginkább itt szoktam az ágyamon olvasni, vagy esetleg a kanapén, a nappaliban, vagy a fotelban, de igazából bárhova tényleg oda telepszem és olvasok. Főleg, hogyha jó a könyv, mert akkor aztán tényleg nem számít, hogy hol vagyok. Hogyan jelölöm, hogy hol tartok a könyvekben, könyvjelző vagy papírfecni? Hát nekem annyi bookdepozitoris könyvjelzőm van, hogy nem használok papírfecni, tehát így nem tudom, van vagy 30-40 könyvjelzőm, szóval el vagyok látva könyvjelzőkkel, úgyhogy rendes könyvjelzőket használok. Mindig el kell jutnom egy fejezet végéig, vagy le tudom tenni bárhol. Ez teljesen könyvfüggő, mert hogyha nem tudok egy könyvvel annyira haladni, akkor igazából bárhol leteszem, ha pedig izgalmas a könyv, akkor a fejezet végéig haladok, de jobban szeretem a fejezet végén abba hagyni, mert akkor az úgy lezárja azt a részt. Szoktam-e nassolni vagy inni olvasás közben? Igen. És én inkább úgy mondom, hogy nem olvasás közben eszek, hanem evés közben olvasok. Hát sokszor például, hogyha nagyon jó a könyv, akkor olvasnom kell, és nem állhatok le csak azért, mert eszem. Inni meg mindig szoktam olvasás közben, mert fontos a hidratálás. Szoktál a zenét hallgatni, esetleg tévét nézni? Nem. Tévét nézni nem tudok egyáltalán olvasás közben, mert akkor most vagy a könyvre figyelek, vagy a tévére, és általában a tévé felé elterelődik a figyelmem. Zenét pedig egyszer hallgattam, de jobb szeretem, hogyha csönd van, és úgy tudok olvasni. Egyszerre hány könyvet szoktam olvasni? Most már csak egyet. Régebben csináltam azt, hogy 3-4-et olvastam egyszerre, de akkor még nem tudtam, hogy melyik könyvben mi történt, és az nem működött, és jobb szeretek egyszerre csak egy könyvre koncentrálni. Otthon vagy máshol olvasok szívesebben? Mindenhol. Ha jó a könyv, akkor bárhol vagyok, előveszem, szóval akárhol. Hangosan vagy csak magamban olvasok? Magamban. Hangosan csak akkor szoktam, hogyha valami kis idézet tetszik, és akkor megosztom a család többi tagjával, még akkor is, hogyha egyáltalán nem érdekli őket. De amúgy magamban. Szoktam-e előre olvasni, vagy kihagyni oldalakat? Hát ez is teljesen könyvfüggő. Akkor szoktam előre olvasni, hogyha nagyon izgulok, hogy mi fog történni, mondjuk valamilyen stresszes részhez érek, és oldalakon keresztül még mindig nem tudom, hogy mi lesz a vége, és akkor szoktam azt, hogy előre lapozok, megnézem, megnyugszom, és akkor nyugodtan végig tudom olvasni azt a részt. Oldalakat kihagyni meg akkor szoktam, hogyha már nagyon szenvedek egy könyvvel, és hát akkor se oldalakat, hanem inkább ilyen minden harmadik mondatot olvasok csak el. És úgy gyorsabban haladok. Ilyen volt nekem például az Értelem és érzelem, mert annak a végét egyszerűen nem tudtam olvasni, azt csak így lapoztam, és minden oldalról így kb. 3 szót olvastam. Megtöröm-e a könyvek gerincét, vagy úgy vigyázok rájuk, mintha újak lennének? Hát igyekszem vigyázni rájuk, de az angol könyveimmel legtöbbször úgy járok, hogy nehéz úgy nyitni őket, hogy ne törjön meg a gerincük. De mindig próbálom nem megtörni, de hogyha mondjuk nagyon vastag, akkor elkerülhetetlen. A magyar könyveket ebből a szempontból tök jól megcsinálják, mert még egy magyar könyvemnek sem törtem meg a gerincét, ami puha borítós. Szoktam-e írogatni a könyvekbe, vagy ki vagyok magától a gondolattól is, hogy firkáljak beléjük? Hát nem szoktam írogatni, de így nem vagyok ki a gondolattól, tehát így végül is, hogyha ilyen fontos részeket szeretnék kiemelni, akkor én is írnék beléjük, csak inkább olvasok és nem állok le írogatni jegyzeteket, meg ilyeneket. Olyan ember vagyok, aki elhajítja a könyvet a szoba másik sarkába, ha nagyon idegesítő a regény, amit olvas. Hát ez még nem történt meg, csak hogyha mondjuk idegesítő a könyv, akkor csak azt a késztetést érzem, hogy eldobjam, de igazából nem akarom eldobni. Vagy hát el is akarom dobni, meg nem is, de végül sose dobom el. Ha szembe jön velem egy ismeretlen szó, azonnal rákeresek. Nem. Amikor magyarul olvasok, akkor kevésbé szoktak ugye ismeretlen szavak előjönni, ha meg mégis, akkor esetleg, ha többször előjön, akkor megkérdezek valakit, hogy
te tudod, hogy mit jelent ez a szó, vagy nem, vagy így lényegese, de amúgy nem szoktam. Angol könyvekben meg, hogyha sokszor jön vissza ugyanaz a szó, amit még mindig nem néztem meg mondjuk szótárban, akkor szoktam rákeresni, hogy hát ha kiderül, hogy fontos esetleg a történet megértése szempontjából. Mit olvasok most? A Silmarillokat. Milyen könyvet vettem legutóbb? Erről csináltam egy videót, azt belinkelem leírásba is, meg ide föntre is. Ugye ez az oldal, igen. De igazából 6 könyvet vettem egyszerre, szóval a The Shadow Year, a Now That I Found You, a Double-Edged Sword, a Elves Once Walked With Gods, Wake of Vultures és az ICU volt. Ezt a 6 könyvet vettem utoljára. Így egyben. A sorozatokat vagy az egyrészes könyveket szeretem-e jobban? Én szerintem inkább sorozatos vagyok, mert egy sorozatban több idő van a kapcsolatok meg a történet kifejtésére, mint mondjuk egy részes könyvben, de azokat is szeretem, van mindkettőből, de inkább a sorozatok felé húzok. Van olyan könyv, amit mindig előre hozok és szeretettel ajánlok mindenkinek, igen, a Villámtolvaj, mert az az egyik kedvenc, az szerintem kb. Az a kedvenc könyvem. Meg az a könyv volt az, ami miatt elkezdtem olvasni, és nagyon örülök, mert kb. Már 3 emberrel elolvastattam a Percy Jackson sorozatot azóta, hogy én azt megszerettem, úgyhogy büszke vagyok magamra, mert terjesztem a Percy Jackson igét. Ez lett volna az olvasási szokások könyves tag. Hogyha esetleg valamelyik kérdésre ti szeretnétek válaszolni, akkor nyugodtan írjátok meg a válaszaitokat kommentbe. És köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!